A film az Európai Unió európai integrációs alapjának támogatásával jött létre. Jaj! Találtál valakit? Senkit, pedig úgy sietem, sehol egy idegen légiós. Hát persze, mert aki olyan, az kint van, a hazáját képviseli az olimpián. Na és akkor ez volt egész nyáron. Hol a labdarúgó EB, hol az úszó EB, senki nincs? De nekünk még viszont műsort kell csinálni. Akkor keresünk egy idegen légiós, de gyorsan, jó? Itt a szigeten? Hátha. Frisbee is jó. Frisbee? Nekem jó? Nézzük. Vagy valami más. Idegen légiósok. A sport zsoldosai. Nézd oda, amerikai. Dehogy amerikai focisták, hát semmilyen védőfelszerelés nincs rajtuk. Hát labda van? Abszolút nem. Ez kriket? Valami, dehogy kriket, tudod? Tudni. Rögbi. Na? Na, sikerült beszélnem a csapatkapitánnyal. És vannak légiósok? Te röhögni fogsz, csak azok vannak, és még van köztük egy dél-afrikai is, mert hát azt hiszem mindenki tudja, hogy Dél-Afrika a legnagyobb rögbi nemzet. Sziasztok, André Brandt vagyok. Dél-Afrikából jöttem, nagyon szeretek rögbizni, Budapest Excels játszok. Ebben a csapatban hány nemzetiség játszik együtt? Minden évben más, mert attól függően, hogy a diákok szeptemberben milyen összetételben jelennek meg a klubnál. Most például idén franciákból volt, csak korábban olaszokból, de most vannak dél-afrikaiaink, angolok, velszi és írek, ez a most jelen. Melyik a közös nyelv? Az angol az első, aztán persze a magyarok között inkább magyarul egyezkedünk. De őket is tanítjuk igen erősen, hogyha már itt élnek, akkor legalább a nyelvünk. Mi az, amit először megtanulnak magyarul? Hát káromkodni, de azt hiszem, azt meg kell tanulniuk, ez az alasz. Egy nagyon csinos lány miatt érkeztem ide. Először csak egy kéthetes vakációt terveztem, de nagyon megtetszett az ország, a klíma, a szép épületek, a barátságos emberek, meg a fesztiválok, és akkor úgy döntöttünk a barátnőmmel, hogy itt telepszünk le. Pedig éltünk előtte Londonban és Dél-Afrikában is. Kick-off, penalty. And the scrums. Oké, most felmegyünk együtt a pályára, és három mozgást fogunk gyakorolni. Az egyik a kirúgás, a másik a büntető, a harmadik pedig a tolongás. Tudod, mi a cikk? Hogy én azt hittem, hogy a fekete srác a dél-afrikai. Egy darabig én is azt hittem, de hát aztán kiderült, hogy nem. De lehet, hogy a fekete végül is norvég. Na menjünk, érdeklődjünk. Menjünk. Miért a rögbit választottad? It's my favorite game. A rögbi a világ legjobb sportja. Igazi, kemény, férfias játék. Olyan, mint egy csata a mezőn. Együtt küzdesz a barátaiddal, és sok embert ismersz meg a világ minden tájáról, akiket a rögbi hoz össze. Ha egy dél-afrikai azt mondja, hogy gyerekkorában megszerette a rögbit, azt megértem, de Magyarországon ez nem egy nemzeti sport. Ti miért választottátok? Hát én először azért választottam, mert azt hittem az amerikai futball a rögbi, és akkor lejöttem az első edzésre, és akkor teljesen meglepődtem, hogy bukósisak nélkül játszom, és akkor valahogy itt ragadtam. Okay, boys, right now. Oké, fiúk, egy emberként, egy csapatként játszunk rögbit a mai napon. Okés? Először furcsa volt, mert ő hozott egy dél-afrikai mentalitást, és ez először, úgymond, mint minden különböző nemzetnek meg kell szokjuk. Ő egy elég harcos személyiség, aki ilyen céltudatos, tehát lehetett tudni nála, hogy ő azt a típusú rögbit, amit ők játszanak, és ugye az első háromban van benne a világon, azt szerette volna egy tovább vinni, és hát meg kellett szoknia azt, hogy hát mi egy pár szinttel lejjebb vagyunk, úgyhogy őnek itt inkább támogatni kell, mint kivenni ebből a sportból Magyarországon, és hát most már asszimilálódott, azt lehet mondani, ez a felfogásod, úgyhogy inkább támogató, mint elvívő ebből a sportból, azt lehet mondani. Mi az, amit mentalitást ő hozott ide a csapatba? Profizmus, én azt mondanám, illetve az egyéniségéből fakadó karizmatikusság miatt összerátotta a csapatot. Nem véletlen csapatkapitány. Budapest Excels!
Őtőle rengeteget tanultunk a rögbi kultúrát, illetve nem csak a játékba, hanem hogy kell fölfogni ezt a sportot. Ehhez ő hozzátette még azt a mentalitást, ami Dél-Afrikában van, ahol tulajdonképpen pont ezt lehet hozzátenni, hogy nincs különbség a fehér és fekete között. Ugye tudjuk, hogy ez egy alapvetően egy fekete ország, ő pedig fehér fiú, és ő ezt a mentalitást hozta ide Magyarországról, hogy itt nem kell ezzel foglalkozni, kinek milyen a színe, fajtája, vallása, hanem azzal kell foglalkozni, hogy szereti a rögbit, akkor közénk tartozik. Dombi, én nem jártam még Dél-Afrikába, de tulajdonképpen ez az ország arról híresült el, hogy hihetetlen a fajgyűlölet, meg az apartheid, tehát ez most is így van? Nem, ez az 1900-as évek elején volt, amikor a fehérek, akik a lakosságnak mindössze 10%-át tették ki, olyan törvényeket hoztak, amelyek mindenféle jogtalanságot tartalmaztak a feketék szempontjából. Nem szállhattak föl a fehéreknek szánt buszra, nem léphettek ki a saját kolóniájukról. Étteremben nem mehettek be. És például, hogyha egy fehér megütött egy feketét, és a fekete visszaütött, akkor őt vitték rögtön bíróság elé. És aztán ez a helyzet tartott egészen 1994-ig. Akkor jött Mandela. Igen, mert olyan nagy nemzetközi nyomás volt az országon, hogy kénytelenek voltak megrendezni az első demokratikus választásokat. Hát minden esetre a nemzetközi közösség is befogadta Dél-Afrikát, miután kiderült, hogy az új vezetés nem fajgyűlölő országot kíván létrehozni. Mondjuk a változások nem minden szempontból sikerültek, ugyanis kezdetben több mint 1 millió fehér ember elhagyta Dél-Afrikát, és a bűnözés az egekbe csapott. Úgyhogy elég kétarcú még ma is az ország, mert az ország nagyobb része a legmélyebb szegénységben él, és Fokváros meg Johannesburg kifejezetten veszélyesnek mondható. Ért ne felejtsük el, hogy még manapság is csak a szép vadrezervátumokat, meg a turisztikailag gyönyörű helyeket mutatják meg a turistáknak, és azért gondolom még egy kis időnek el kell térni ahhoz, hogy a feketéknek gazdasági előnyük is származzon a többségükből. Mi dél-afrikaiak sokkal lazábbak vagyunk. Mi nagyon szeretünk sportolni, utazgatni. Persze mostanában sok változás történik az országban, de azért még mindig különbözünk az európai mentalitástól. Dél-Afrikáról mindenki azt beszéli, hogy nagyon nagy volt a faji megkülönböztetés. Nem tudom, hogy ez érezhető-e még a mai nap is, illetve veled itt Magyarországon valaha éreztették-e azt, hogy te külföldi vagy? 5 év alatt talán egy vagy két emberen láttam, hogy tartózkodóbbak velem, amiatt, hogy külföldi vagyok, de soha nem volt ebből problémám. Velem mindig mindenki nagyon kedves volt, a legjobb barátaim is magyarok. Tőletek tanult ő valamit? Szerintem igen. Ugye Magyarországnak egy stílusa, egy rugby stílusa, és azt a dél-afrikai stílust ötvözte a magyar stílussal szerintem. I've got a different type of rugby knowledge. Itt mindenki egy kicsit más típusú rugbyt játszik, attól függően, hogy honnan érkezett. Én például edzősködtem is, sokat tudtam nekik tanítani, de én is tanultam, főleg türelmet, szóval itt mind tanulunk egymástól. Ettől a csapat egy picit más lett, mint mondjuk a többi magyar rugby csapatok? Bárki idejön, attól más lesz a csapat. Tehát sűrűjönnek az emberek, és sűrűn mennek. Ez az Exilesnek az egyik jellemzője, hogy itt sűrűn fogadunk be embereket, és sűrűn búcsúztatunk. De ez pont a külföldiek itt léte miatt van? Ide jönnek tanulni fél évre, dolgoznak egy-két évet, és elmennek. Ébivel szerencsések vagyunk, hogy a barátnője miatt itt ragadt Magyarországon. Tudod, mi a fura, hogy eddig minden filmünk arról szólt, hogy hogyan fogadják be az idegen légiósokat a magyarok. És? Ez itt meg pont fordítva van. Most arra gondolsz, hogy ez tulajdonképpen ez a csapat nem fogadott be magyarokat? És ez a... Mert itt az idegen légiósok nem idegen légiósok, hanem nem. Itt ők vannak hazai pályán. Ez a külföldiek csapata, és a magyarok az idegen légiósok. Ez a csapat igazából az idegen légiósokból született, a Magyarországon élő külföldiek alapították ezt a csapatot, és utána minket, mint magyarokat kvázi befogadtak, és most már így kvázi felefelében vagyunk a csapatban. Idegen légiósok nélkül ez a csapat már nem az Exiles lett. Ez abszolút amatőr csapatként indult. Az volt a cél, hogy a Magyarországon dolgozó külföldiek, vagy itt tanuló külföldieknek adjon lehetőséget arra, hogy egy csapatba játszhassanak, ez is Exiles száműzöttek a nevünk. És aztán a cél az megváltozott, hogy egy sima amatőr csapatból a külföldiek befogadásával együtt egy hivatalos klubot csináljunk, ami a magyar bajnokságban fog szerepelni, és jelenleg is a legjobb 6 között vagyunk benn. Azt
mondják, hogy minden fejben dől el, de azért ez a rögbi szerintem egy piszok durva sport, szerinted? De akkor miért van az, hogy azt mondja, hogy az angol oktatási kultúra alappillére, meg filozófiája maga a rögbi? Hát igen, csak nem mindegyik válfajra igaz ez, mert ez az uniós rögbi, de például van a touch, amit már gyerekeknek, piciknek is oktatnak például Ausztráliában. Hát az angolok ebbe belenőttek, hát az ő profiljuk. Én kipróbáltam rengeteg fél sportot, de ezt a típusú csapatszellemet nem tudtam máshol megkapni, mint amit ebben a csapatban. Ez az egy igazából, ami legfőképpen ennél a sportágnál tart engem. We are brothers from different mothers, tehát mi testvérek vagyunk különböző anyáktól, tehát nincs semmiféle megkülönböztetés. Egyébként jelen vannak az XIS-ben is mindenféle rasszok, illetve vallási csoportok. Van muzulmán, van zsidó, van hindu. Ez a pálya nem lehet kérdés. A Budapest X-Size több nekünk, mint egy csapat. Itt mi egymás testvérei vagyunk. Amikor ide kerültem, ők segítettek beilleszkedni, megtanulni a szokásokat. Szóval ők itt a családom. Nem érezted magad egy kicsit fizikálisan gyengébbnek, mint például André? Azért ő egy jó nagy darab srác. Ez a jó a rögbiben, hogy minden típusú fizikumban megáldott ember tud ebben játszani. Teljesen mindegy, hogy most valaki nagy darab vagy kis darab, mindenhol van olyan lehetősége, olyan pozíciója, ahol ki tudja használni az adottságait. Kisebbek azok segítik a nagyobbakat, általában azt mondjuk, hogy azért minél nagyobb, annál kevesebb az eszed. De belerakni kisebbeknek azoknak az irányítása szerepük, tehát ők segítik a nagyobbakat a kolongásban. Kemény. Kemény, kemény, de én just is kipróbálok néhány fogást. Nem vagy normális, a több meg fogsz rokkani. Dehogy is, kipróbálok. Igen, ide, várja, ide, ide. Okay. Így. Nem. Zártolongás. Zártolongás, igen. Yeah. So your head is gonna come here. Így. Oda be a fejemet. Okay, so you gotta stick your head in. Várja, ez így volt? Így, yes. Így, ez az. There we go. Yeah. You put the ball in. Yeah. And you are sarkozó, jó? Yeah. And you must push. Én nekem tolni kell. Action. Na még szép, hogy ezt nem vállaltam be. Szerinted ez a csapat az amatőr vagy profi? A profi csapat, ezért is edzenek a Margit szigeten. És akkor az amatőrök hol edzenek? Hát a Puskás Ferenc stadionban. Na ne. De tényleg, gyere nézzük meg. Medvék! Hi, where are you from? Virginia, Amerika, de beszélek magyarul. Hát akkor beszéljünk magyarul. Akkor jó. Jó. Hogy kerültél Magyarországra? Hát dolgozom itt, és a feleségem magyar. Nehéz a magyar nyelv? Most nem annyira, de az első év borzalom volt. Ki miért kezdett rögbizni, vagy ki miért szeret rögbizni? Én nem szeretek focizni. Ez is van. Csúszni. Az elég jó. Ott nincs labda. Értem, vízipóló. Azt külön a drágban kell. Kriket? Túl úri. Kérdezik. Amerikai futball? Hát azt lányok játszák. Értem. Lukos isakban. Hát az jó sport, az fitness kell, az gyors, hát mindenki azt csinálni, hát most az nem kontakt van, ez a touch rugby, az nagyon jó mindenkinek. A rugby az a csapatsport, és hangsúlyozom a csapatsport, ahol a legkisebb emberektől a cingárakon át, a kemény pufikon keresztül és a magas fiúkon keresztül mindenkinek van megfelelő posztja. A Bruce és én teljesen más, mint ő a Buck, és én vagyok a Tori, hát lassan kövér vagyok, és ő gyors. Ő meg a hátvéd. Minden rugby meccsben van 15 srácok, igen. Minden csapat van. 8 srácok a Tori, és 9-15 között az a Bucks, nem tudom, hogy hívják magyarul, de mindegy. Hátvéd. Hát jó. És a Bucks az nagyon gyors. Mm. És a Tori lassan, de erős. Yeah.
Nehéz megtanulni a rögbi szabályait, hiszen itt kívülállónak úgy tűnik, mint hogyha hogy ad hoc hirtelenjében valaki leteszi, fölugrik, tovább szalad, szóval igen, nehéz a rögbi szabály. Magát, hogyha az ember a szabályokat szeretné megtanulni, az 10 000 oldalokat kéne átrágnia, persze lehetetlen. Igazából annyit kell az embernek tudni, hogy nála van a labda, az ellenfél elveheti nyílt játékban, és el kell érni a pályának a túlsó végét, és ott letenni a labdát. Azért én szerintem ez a sportok királya, mert itt nem csak fizikai előlétre van szükség, mivel egy csapatjátékról van szó, rendkívül nagy állóképességre van szükség, ugye 240 percig folyamatosan játszanak a csapatok, és meg kell szerveznünk egy támadást, meg egy védekezést. Ugyanaz a csapategység csinálja mind a kettőt. Ez egy folyamatos, aktív, hullámzó játék, ahol egyszer támadunk, egyszer védekezünk, egyszer rúgnunk kell a labdát, föl kell ismerni, hogy a pályának bizonyos pontján melyik megoldásra van szükség. Csak azt a játékos lehet támadni, akinél a labda van? Igen. Akinél a labda van, azt lehet támadni, és ezzel lehet bármit csinálni, de a többi játékossal nem. És milyen játékosok a magyarok? Jók? Jó, nagyon jó. Aha. Van 2-3, hát több srác a mi csapatunkban, aki nagyon jó játszik. Az egy meglepetés volt nekem. Kell idő, hogy tanulni a sport, de tanulunk egymástól, és igen. Aha. Mikor jöttél Magyarországra? 10 évvel ezelőtt jöttem. Gondoltam, hogy csak egy év itt leszek, de egy év után gondoltam, hát szeretnék maradni meg egy kicsit Budapesten, mert nagyon szeretem a várost, és a munkám, és a gyülekezet, ahol dolgozom. Szóval, ja, meg itt vagyok, 10 évig itt vagyok. Ausztráliából, Sydneyből. Igen. Miután a Bruce Ausztrál, a gyerekkora óta játsz ezt a játékot. Tehát minden olyan fortét, amit mi nem tanultunk még meg, az ő igazán megmutatja, bemutatja, hogy tőleg lehetővé teszi, megértsünk olyan dolgot, amiket senkinek nem mondott még el. Mindenki gondol, hogy hát én ausztrál vagyok, szóval profi rugby sztár, de nem vagyok. Én vagyok Amerikai a legjobb minden sport. akkor és főként szerény. Azaz. Mert a team az a humor, és a folyamatos viccelődés, a Bruce meg a nyugalom. Ez komoly. Az az érdekes, hogy itt a rögbi az egész világon egy multikultis dolog. Ténylegesen mindenki behozza a saját kultúráját a csapatba. A rögbi egy nagy család az egész világon. Bárhova megyek, mindenhol úgy fogadnak, mint egy családtag. Szinte mindenki más szint hoz a csapatba, és nem olyat, hogy ausztrál, akkor most szereti a kenguruszteket, vagy amerikai, és csak a hamburger, hanem mint játékosok, meg mint barátok. A magyarok nagyon-nagyon tetszik nekem. Magyarország az más, mint Ausztrália. A nyelv az egy dolog, a kulturál az egy másik. De Budapest az egy nemzetközi város. Nagyon jó az élet Magyarországon. Hát nem, Amerika nagyon gyors az élet, és itt Magyarországon az picit még lassan. Van jó barátaim itt Budapesten, és a magyarok szimpatikus nekem. Aha. Kérdezzük meg akkor a többieket is, tényleg ti mit szóltok ahhoz, hogy rendszeresen és folyamatosan idegen légiósok vannak a csapatban? Mi nagyon örülünk neki. Tanulhatunk angolul, beszélgethetünk másokkal, láthatjuk, hogy mások hogy rögbiznek, örülünk, hogy erősítik a csapatot, mert szükség van rájuk, Magyarországon kevesen rögbiznek, úgyhogy bárki, aki jön hozzánk a csapatba, szerintem mi szeretettel fogadjuk. De szerintem az egész rögbi az ilyen, hogy ez ilyen integráló sport. Mindenkit barátjága fogadó, akitől lehet tanulni, meg magasabb rögbi kultúrájú országból jött, és főleg a kezdők elég sokat tanulnak tőlük, azzal is, hogyha csak látják őket játszani. Uh-huh. És az nem baj, hogy az idegen légiósok jönnek, mennek, tényleg itt nagyon sokan, 10-20-30-an, azért van ideje összeszokni a csapatnak? Természetesen. Azért a rögbit valamilyen szinten mindenhol ugyanúgy játszák. Vár! Össze! Mikor voltál utoljára sportorvosnál? Tavaly, amikor a bajnokságra meg kellett csináltatni a sportorvosi igazolást. Általában azért nem túlzottan jellemző a túlsúlyos sérülés. A leginkább jellemző sérülés az úgynevezett horzsolás. Boka, térd, persze ezek mind minden labdajátékban, vagy minden mezőjátékban ezek jellemzők. De akkor ez sem veszélyesebb?
Nem különösebben. Az ember pontosan tudja és föl van rá készülve, hogy honnan jön a fogás, hova fog leesni, hogyan esik le, ezt gyakoroljuk gyakorlatilag orba szájba. És ráadásul egyébként mondjuk ellentétben akár az amerikai focival, ahol nem látja az ember sisaktól pontosan, hogy honnan jön, akár a fociból, ahol hátulról csúsznak be, itt nincsen olyan súnyi sérülés, tehát itt nincs az, hogy az ember nem tudná, hogy mit fog vele történni, és ne tudna rá készülni. Mit szeretsz a legjobban Magyarországon, a feleségeden kívül? Jó mondtad. A kaja biztos, hát imádom a jó magyar hús és minden, hát igen, a legjobb az a, hogy hívják, a borjúlabszár szerintem. Rántott borjúláb. Az. Az nagyon jó, és az édesanyosom a legjobb szakács, mondtam a tévének. Csirke paprikás és a somlói. Igen, ez Turo Rudi. Turo Rudi. Ezt nem tudod angolul. Nem, nincs angol, csak angol, csak magyar. Mennyire veszélyes vagy erőszakos a szurkolótábora a rögbinek? Hát azt nem mondom, hogy erőszakos, mert a sportnak az a másik szépsége, mondjuk mint más sportokkal szemben, hogy ez inkább ilyen családcentrikus, tehát a játékok jó részén, amikor például van egy hétvégi bajnokság, akik jön az egész család. A játék is erről szól, hogy amíg a pályára fölkerülünk és egymás ellen játszunk, akkor ellenfelek vagyunk, de a mérkőzés után jön az úgynevezett harmadik félidő, amikor a két csapatnak a családtagjai is, meg a játékosok is együtt ünneplik a meccset. Szerinted Magyarországon a magyar szurkolók szeretik a rögbit, mert ez nem egy magyar nemzeti sport? Akik értik a rögbi szabályait, azoknak nagyon izgalmas egy mérkőzést végignézni. A magyar rögbinek azért még van hova fejlődnie, mi azon vagyunk, hogy minél ismertebb legyen a sportág. Persze támogatás és szponzorok nélkül ez elég nehéz, de mi itt nem pénzért játszunk, hanem a játék öröméért. Érdeklődés van a középiskolások részéről a rögbi iránt? Abszolút. Itt nálunk az utánpótlása van a legnagyobb probléma, és ezt mi úgy próbáljuk kompenzálni, hogy a külföldi játékosok, akik tapasztaltak, jönnek ide és segítenek az utánpótlás nevelésbe. Ugye a legnagyobb támogatottsága itt lehetne ennek a sportnak Budapesten, annak ellen, hogy a vidéki kluboknak nagyobbak a lehetőségei, mivel kevesebb diák van, több füves terület van, itt Budapesten kevesebb a füves terület, de több a diák, tehát megpróbáljuk ezt kihasználni, és a szövetségen keresztül ebbe az akcióba részt venni. Szereted a magyar kaját? I do like the Hungarian food. Nagyon is szeretem. Van egy-két kedvencem is. Egész csülök, vagy Mátrai borzáska. Amit még nem sikerült megkedvelnem, az a halászlé meg a sóska. I do not like sóska, but the rest I like. So. Mondjuk azt, hogy nem annyira durva a rögbi, de azért nem biztos, hogy örültem volna, ha a fiam ezt a sportot választja. Pedig ez az angol oktatás alappillére. És mi a magyar oktatás alappillére? Hát most hirtelen nem jut eszembe, csak hát mit mondjuk egy... Mit szólsz a mindennapos testneveléshez? Legyen, de van ám még ötletem. Darts, curling, siklóernyő, de hogyha valaki nagyon kényelmes, akkor hova ül le? Padra. Dehogy is, sakkozni. Na jó, akkor megyünk még egyszer, jó? De várj, előbb nekünk tolongani kéne, de várj, de nem kell tolongani. Mit csinálsz, Dombi? Nem látod, tolongok! Akkor most jövök én. Ez az. Várj. Jó. Akkor azt találjuk, hogy a magyar oktatási kultúra milyen sportra épül. Passz. Agárverseny, rodeo, néptánc, frisbee. Ezeket beadjuk az oktatási minisztériumba. Akkor bringóhintó. A film az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával jött létre.